alakul ki egy gyülekezet? Hogyan alakult ki a te gyülekezeted? Hát én már egy, ha lehet ilyet mondani, kész gyülekezetet kaptam. Ketten is voltak itt elődeim, Vadász Ilon, a nyugdíjas lelkész, illetve az egyházunk jelenlegi elnöke Iványi Gábor volt az elődöm. Nagyon sok nehézségem ment át ez a gyülekezet, ahol én most szolgálok, ez a kispesti gyülekezet, most méltóságnapja templomnak nevezik ezt a helyet, ahol vagyunk. Ez is egy ilyen ragadvány név, ami a bizonyos, ami bizonyos programjainkból következtében ragadt ránk. Szóval nagyon áldott elődeim voltak, akik dacoltak a mindenkori kormány, illetve a hatalom túlkapásai ellen. Ez a gyülekezet hosszú évekig az utcán tartotta az Isten tiszteleteit. Szóval egy olyan közegbe csöppentem én be, egy olyan gyülekezetet kaptam, amely gyülekezet nagyon sok harcot látott, ahogyan ezt az ős időkben az első keresztények megélték, vagy élték a hitüket, ahhoz egy picit talán hasonló módon. Szóval nem voltam itt a kialakulásánál a gyülekezetnek, viszont egy gyülekezet az soha sincs kész, hogy ellent mondjak önmagamnak, mert hisz azzal kezdtem, hogy egy kész gyülekezetet kaptam. Soha sincs kész, hanem mindig is az a feladata egy gyülekezetnek, hogy vigye azt az üzenetet, amit az örökkévaló rajta keresztül szeretne az emberiségnek, az embereknek üzenni, vigye azt az örömhírt, ami képes arra, hogy emberi életek megváltozzanak, és ebben az értelemben sosincs kész egy gyülekezet. A Méltóság Napja program sorozat pár évvel ezelőtt indult, az hívta életre, hogy a társadalomban felerősödtek azok a hangok, amelyek szitokszóként kezeltek bizonyos népeket vagy népcsoportot, és hát vaskos cigányozás, zsidózás volt az országban. És azért bántott különösképpen engem ez, mert keresztény körökből is érkezett ez a hang, és azt gondolom, hogy egy lelkésznek, Isten szolgájának egészen máshol van a helye. Jézus, amikor a programját megfogalmazza, akkor arról beszél, hogy a kiszolgáltatott ember környezetében lehet őt megtalálni. Tehát nem azok környezetében, akik kijátsszák a magát, vagy a maga érdekeit képviselni nem tudó embert, hanem éppen ellenkezőleg ott van, ahol az ember nem tudja az érdekeit érvényesíteni, és mindig azt várja el, hogyha találkozni szeretnénk vele, akkor ezen, vagy ezeken a helyeken keressük őt, és így gondoltam arra, hogy ha nem is olyan óriási a hangja ebben a társadalomban ennek a gyülekezetnek, de mégis ami rám bízatott, azt hirdetni kell, vagy kiáltani kell, mondani kell, és azok érdekében indult el ez a program sorozat, akiket méltatlanul bántottak, arra gondolván, hogy ezzel a programmal vissza lehet állítani egy picit a méltóságukat, és talán lehet arról beszélni, ami sokak számára nem evidens, hogy micsoda kulturális értékek vannak azon a helyen, azokon a helyeken, ahol vagy akiket bánt a többségi gondolat. És így volt zsidónapunk, volt cigánynapunk, volt latin-amerikai napunk, menekült napunk, és aztán tovább folytatva ezt a gondolatot megpróbáltuk a társadalomnak azon rétegeit is ebbe a sorba emelni, amely rétegek megosztják a társadalomban az embereket, és így volt drogos méltóság napunk, hiszen valami borzalmas meg nem értés vagy furcsa gondolkodás veszi, lengi körül ezt a társadalmi csoportot, hiszen már lassan lehet csoportról beszélni, akik a
rájuk nehezedő problémát megpróbálják ilyen módon kezelni, és hát nagyon furcsa a mai gondolkodás, mert hisz egyik oldalon visszaállítjuk a pálinka főzést, és azt legalizáljuk, a másik helyen pedig kriminalizáljuk a drogosokat és ezzel a problémával küzdőket. És hát ebben a furcsa, bocsánat, hogy ezt mondom, eszement gondolkodásban kell talán valamiféle hangnak megszólalnia, ami legjobb hitem szerint ránk bízatott az örökkévalótól. Van egy programja a gyülekezetnek, amely arról szól, hogy megpróbálunk lelket önteni azokba az emberekbe, akik kiszorultak a munkavilágából. Ez egy munkanélkülieknek a programja. Ugye több olyan ország van, ahol ha 2-3 éve munkanélküli valaki, akkor pszichológiai segítséget kap, ez nálunk nincs. És amikor én elindítottam itt a gyülekezetben ezt a programot, pontosan arra kellett gondolnom, hogy ha mással nem tudok segíteni, akkor legalább annyival, vagy abban próbálok segíteni, hogy a lelküket gondozom egy picit. Szóval éppen tegnap volt ez az alkalom, és hát többen kerestek meg az egyházi törvényről, mit sem tudva, hogy az én kezem messzebbre ér, mint az övék, és segítsek nekik az ő nehézségeiket megoldani. Hát azt gondolom, hogy az örökkévalótól jött ez a válasz. Hát akkor nekem nem a félelem a dolgom, hanem az, hogy amíg erőmből vagy erőnkből telik, teszem azt, amit eddig, addig is tettem, ami legális, idézőjelek között legális egyház voltunk, mert hisz az én hitem szerint most is azok vagyunk, mert ebben a kérdésben nem a törvényhozás, nem a parlament fog dönteni, hanem az igaz bíró, az örökkévaló atya, aki ebben a kérdésben dönthet.